Por, sár és benzingőz. 26. alkalommal bűgnek fel a motorok Somogy-Babodon. Európa legnagyobb terepjárós találkozóján 8 országból több mint 1000 versenyző nevezett az Offroad Fesztiválra. A fesztiválon idén is a Dagonya és a Siratófal volt a legnépszerűbb. A tetőfokára hágott a hangulat a somogybabodi offroadon. 26. alkalommal ismét a sáré és a benzingőzé volt a főszerep. Volt, aki a kényelemre helyezte a hangsúlyt, és fürdőkádban fekve nézelődött. A közönség pedig tátott szájjal figyelte a dagonyázó terepjárókat. Azt gondolom a szabadsága, hogy itt nézem. Elég lazák a fiúk, úgyhogy azt gondolom ez a lényeg az egésznek. A terepjárósok és a kvadosok a Siratófalat és a Katlant is megjárták. Volt, aki beragadt, vagy úgy kellett betolni. Csak nem 1200-an neveztek a terepjárós versenyekre. Az offroad az pont arról szól, hogy kis sebességnél nagy nyomaték, tehát nem a száguldásról szól, tehát inkább a lehetetlen helyzeteket kell megoldani. Egy kör után ingyenes autómosáson is részt vehettek az autósok. Sokan családosan érkeztek a fesztiválra, rájuk a szervezők különösen figyelnek. Van egy olyan pont, amikor azt gondoljuk mi, hogy már nem alkalmas az úriember vezetésre, akkor erre megkérjük, hogy most éppen sétáljon a sátrába és aludjon egyet, általában az működni szokott. A szabad levegőn a szendvics is jobban esett, más pedig italtartóval szerelkezett fel. Közép-Európa legnagyobb terepjárós fesztiváljára csaknem 20 000-en voltak kíváncsiak.